Megrepett a cseresznye a fákon. Az áprilisi fagy után most a gombafertőzések miatt szenvednek a termelők. Inkább a hazait választják, a sorozatos botrányok után nem bíznak a külföldi tejben és zöldségben a vásárlók. Drogterjesztőkre csaptak le a rendőrök, a csütörtöki akcióban 7 embert vettek őrizetbe. Újabb jelentős kár érte a gyümölcstermelőket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nem csak a fagy, a változékony időjárás is tizedeli a termést. A Kölcsei Televízió híradóját látják, jó estét! Vannak a megyének olyan területei, ahol nemhogy tizedeli, hanem harmadolja a medgyet és a cseresznyét az esős, majd napos idő. A gombás fertőzésekkel és a kicsattant terméssel kínlódnak a gazdák. Rossz hír az is, hogy a gyenge termésátlag ellenére nem emelkedik a felvásárlási ár. Itt körbe megreped, illetve látszik itt oldalt, hogy nagyon csúnya repedés van rajta. Illés Attila növényorvos éppen azt mutatja, hogy a megrepedt cseresznye előbb felpuhul, majd a repedésben könnyen kialakulhat a gombás fertőzés. Ennek legfőbb oka, hogy a pangóvíz nem tud kiszáradni a gyümölcs és a kocsány találkozásánál. Ez pedig a termés romlásához vezet. Az érő, illetve fél érett állapotban lévő cseresznye medgyek szempontjából nem kedvező ez az időjárás. Ez azt jelenti, hogy a megrepedt cseresznye, illetve medgy repedésein a gombák megtelepednek, és a magas, most már magasabb hőmérséklet, illetve folyamatos levélnedvesség miatt ezek a gombafertőzések folyamatosan ott vannak, védekeznünk kell ezek ellen. Az almás termésűekben szintén problémát okozhat olyan szempontból, hogy a varasodás szintén a kedvező meleg, illetve a folyamatos levélnedvesség miatt folyamatosan fertőz, ugyanúgy a liszthamat esetében is. A tavaszi fagykárokkal együtt a megyében helyenként néhol 30%-os terméskieséssel is számolnak a gazdák. Ennek ellenére a felvásárlói árak egyelőre alacsonyak, még a jó minőségű cseresznyét sem akarják megfizetni a felvásárlók. A piaci helyzet alakulásáról Ványi Gáborral beszélgetünk a júniusi Mintagazdában. Van olyan kereskedő, aki azt mondja, hogy egész júniusban nagyon szívesen elhordaná. Hát van egy örök dilemma ugye a kereskedő meg a termelő között. A kereskedőnek sok az ár, a termelőnek meg kevés az ár, amit kap. Míg a nyíregyházi piacon akár 700 forintot is kérnek a termelők egy kiló gyümölcsért, addig háznál a szednemagad kezdeményezés keretében ennek a töredékéért is beszerezhető a cseresznye. Ez milyen árkülönbséget jelent mondjuk egy piaci cseresznyéhez képest az, amit te kínálsz? Hát harmadon. Harmadáron. Tehát mondjuk egy 200 forint körül? Igen, igen. Most hallottam pont a buzatéren, hogy 700 forintban van egy kiló cseresznye, és én például 200 forint, 250 forint körül. A Szedd le magad mozgalommal és a cseresznyés kertek állapotával a júniusi Mintagazdában részletesebben foglalkozunk. A sorozatos botrányok miatt elsősorban a helyi és a magyar termékeket keresik a vásárlók a piacokon és az áruházláncokban is, ugyanis jobban megbíznak a hazaiban. A Nébih nemrég 15 szlovák, 6 cseh és egy lengyel gyártó tejtermékét vette le az áruházak polcairól. Azok az volt, hogy a feltüntetetnél kevesebb volt az importtej zsírtartalma. Ebben a nyíregyházi élelmiszerüzletben már néhány éve csak magyar tejet és tejtermékeket lehet kapni. Az üzletlánc ugyanis előnyben részesíti a megbízható minőségű és a vevők által is kedvelt tejtermékeket. Másabb az íze, igaz, hogy drágább, de szerintem egészségesebb, de ehhez szoktam hozzá. Úgyhogy és inkább, amit mondtam, hogy el lehet dönteni, hogy egészségesen vagy olcsóban étkezünk. Igaz, nem mindenki teheti meg, hogy a drágábbat vegye meg. Ez a legnagyobb baj. Hát azt is szoktam, de megmondom inkább, amit megszoktam, azt szoktam venni. Tehát a megszokott termékeket. Van, akinek mindegy, hogy hazai vagy import a termék, inkább az összetételt figyeli. El szoktam most, hogy mit tartalmaz, mi van benne, meg a lejáratát szoktam nézni. Mondjuk én ezt a tejfölt, én ezt nagyon szeretem. Mindig a lejáratát nézem, meg tudom, hogy ez a 20%-os, hogy ez finom tejföl. A Magyar Idők arról írt, hogy a napokban több tízezer liter tejet vont ki a forgalomból a Nébih. A szlovák, cseh és lengyel tejzsírtartalma nem felelt meg a dobozon feltüntetett értéknek. A tejzsír a tej értékes része, amit fölözés után a tejföl, tejszín és a vaj készítéséhez használnak. A feltüntetetnél alacsonyabb zsírtartalom a vásárlók megtévesztésének számít. Azóta a termékek lekerültek az áruházak polcairól. A tejpiaci ellenőrzés
ellenőrzéseket pedig folytatja a Nébik. A tejtermékek mellett a magyar zöldséget és gyümölcsöt is szívesebben veszik a vásárlók, az áruházláncokban is. Az ár-minőség versenyben ma már inkább a minőség kerül ki győztesen. A nyíregyházi kosár közösséghez éppen friss áru érkezett. Itt a helyi termelőktől lehet vásárolni. Megmutatja nekünk, mi a legfrissebb áru, mi a legfrissebb termék? Ez a legfrissebb, mert ezt nekem lett vágva, készítve. És fejes saláta, jégsaláta, pöldlevelű saláta. A kosár közösségbe a helyi termelők behozzák a termékeiket, amit a vevő egy webes felületen megrendel. A vásárló jó minőséget kap, a helyi termékekben ezért megbíznak az emberek. Amikor azt mondtuk, hogy legyen személyes a kapcsolat, ami egy bizalomra épül, hozzátesszük, hogy egy nagyon megrogyott bizalom arra kellett építenünk, és akkor azt gondoltuk, hogy persze beszélgettünk a termelőkkel, de aztán elmegyünk, és megnézzük, hogy ők hol dolgoznak. És ez még mindig nem a klasszikus ellenőrzés, hanem kíváncsiak voltunk mindenre. Mikor kezdték, milyen nehézségeik vannak, mire jöttek rá, milyen fejlesztéseket szeretnének bevezetni. És ami a nagyon fontos, hogy ez a vevői minőség, ami most az, úgy mondjuk, hogy tudatos fogyasztói minőség is megnyilvánul, és egyre erősebben, mi tudunk közöttük a kommunikációt erősíteni. A helyi piacokon és a kisebb boltokban közvetlenül a termelőktől mindig szezonális friss zöldség, gyümölcs kerül a vevőhöz. A hatósági ellenőrzések figyelik a termékek származási helyét, útját és jelölését. Egy hónapon belül elkészülhet az Újfehértót Nagykálóval összekötő útszakasz felújítása. Most aszfaltoznak, csinálják a patkát és a buszmegállókat. Ráfért a korszerűsítés, mert a két települést összekötő útszakaszt utoljára 25 éve újították fel. Újfehértó határában már összeér a régi és az új aszfaltsík. Nagykállót elhagyva pedig látszik, hogy nemrég kezdték meg a felezővonal felfestését. A munkagépek a két település között Érpataknál terítik éppen az aszfaltot. Már csak a kopóréteg hiányzik a felújított alapról. Újfehértó polgármestere azt mondta, hamarosan új úton kapcsolódhat össze a két település. A Újfehértó érintő rész az teljes egészében kész van, hiszen nekünk elsősorban a belterületi útszakasz volt, ami a mi területünket érinti. Ugyanakkor a napokban jártam Nagykállóba, és látom, hogy a kiegyenlítő réteg végig megvan most már az úton, sőt, elindultak a végleges aszfaltozási munkálatok. Látszik, hogy most már patkarendezés, illetve a buszmegállóknak a kialakítása folyik. A Nagykálló és Újfehértó közötti 4912-es jelű utat is érintő komplex felújítás mintegy 2 milliárd forintba kerül. Ebből 625 millió forint uniós forrás állt rendelkezésre Újfehértó belterületi útjainak felújítására. A két város közötti külterületi szakasz mintegy 1,3 milliárd forintos hazai forrásból készül el. Egy jó hónapon belül elkészül ez az útszakasz. Mint ahogy láthatták, Nagykállónál már a felezővonal felfestése történik. Újfehértó térségében is a kopóréteg elkészült. Most Érpatakon járunk, az alapaszfalt réteg természetesen már mindenütt rendben van, és a kopóréteg aszfaltozása történik jelen pillanatban. Az útszakaszon az aszfaltozási és patkarendezési munkák ideje alatt egy sávra korlátozzák a forgalmat, ami átmenetileg fennakadásokat okozhat a közlekedésben. Két baleset is történt csütörtökön délután. Nyíregyházán a Kálói úton a Pásztor utcára kanyarodott ki egy személyautó, a mögötte lévő jármű azonban későn reagált és az első kocsiba hajtott. A második gépjárműből egy utas szállított kórházba a mentő. Újfehértóhoz pedig hármas karambol miatt riasztották a rendőröket. A város belterületén balra kanyarodott egy személygépkocsi, a mögötte haladó autó pedig belehajtott. Abba pedig egy harmadik autó ütközött. Az anyagi kár mindkét helyszínen jelentős. Drogterjesztőkre csaptak le a nyíregyházi rendőrök csütörtökön, volt autósüldözés, kábítószerkereső kutya, úgy, mint a krimikben. Mindenről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Kedden dől el, hogy melyik osztályban kezdi az új szezont az élvonalból kiesett Marsó Nyíregyháza. Az NB1B-ben első helyen végző Vasas június 21-én jelenti be, hogy meg tud-e felelni az első osztály követelményeinek. Az elmúlt három évben a másodosztály bajnoka nem lépett feljebb, és a szövetség minden esetben az NB1-ből kiesett csapatot kérte fel az indulásra. Újoncként a harmadik helyen végzett a Sényői futballcsapat a megyei első osztályban.
Ember Roland együttese jól szerepelt a Magyar Kupa megyei sorozatában is, ahol egészen a döntőig jutottak a sényűiek. Drogterjesztőkre csaptak le nyíregyházi rendőrök csütörtökön több helyszínen. Újfehértón, Tégláson és Nyíregyházán akcióztak a nyomozók. Amfetamint és marihuánát találtak a gyanúsítottaknál. Összesen 7 férfit vettek őrizetbe, de 16 drogfogyasztót is előállítottak. Nagy sebességgel fordultak be a rendőrök az egyik gyanúsított újfehértói háza elé. Kipattantak a kocsiból a rendőrök és megbilincselték a férfiakat. Ennek a fehér ruhást férfinak a zsebéből több 10 000 forintot szedtek ki. Kutyákkal keresték a kábítószert a lakásban. A szőlőlugasban találtak egy övtáskát, abban zacskóban valamilyen fű volt, egy fém dobozban pedig tabletták. 5 embert vettünk őrizetbe kábítószer kereskedelem, 2 pedig kábítószer birtoklásának megalapozott gyanújával. Az akcióban egyébként körülbelül 200 g amfetamint, speedet és több mint 1/2 kiló marihuánát foglaltunk le. Ugyancsak csütörtökön Tégláson is elkaptak egy gyanúsítottat, kirángatták a rendőrök a terepjáróból, majd a földre fektették és megbilincselték. A másik rendőr a házba futott be, ott is találtak egy férfit, rá is bilincs került, zsebéből pedig egy nagy kötek 20 000-es került elő. Itt is használtak keresőkutyát. Az ebb először a hálószobába ment be, majd egy folyosói szekrényt vizsgált át, végül a hűtőszekrénynél jelzett. A 7 gyanúsított mellett, akiket őrizetbe vettek, kihallgattak 16 olyan szemét is, aki fogyasztott kábítószert. Soltész Albert festőművész emlékkiállítása nyílt a Nyíregyházi Városi Galériában. A tavaly elhunyt művész élete nagy részét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében töltötte. Itt élt és tanult. Egész munkásságával az életet ünnepelte, számos hazai és külföldi kiállítása volt az elmúlt évtizedekben. Műveit július 16-áig láthatja a nagy közönség a galériában. Kivételes rajztehetséggel rendelkezett Soltész Albert festőművész. Azt vallotta, hogy közérthetőnek kell lenni a művészeknek is, így egész életében realista volt. Hangzott el a születésének 90. évfordulójára rendezett kiállításon. A tavaly elhunyt festő életéről és művészetéről Hánémet Katalin mesélt. Debrecenben született, Pesten is tanult, és élete nagy részét persze, mint tudjuk, Nyíregyházán és emeletes házakban élte. De gyermek és fiatal felnőtt korában Tiszapolgáron, Hajdúnánáson, Bücsen Mihályon és Lajos Mizsén töltötte fiatal és gyermekkorát. Belelátott a paraszti létbe, ahogy ő emlékezett meg ezekről. Itt ismerkedtem meg a paraszt emberekkel, a munkájukkal, énekeikkel, szokásaikkal és a sok mindenféle házi állattal. Ez határozta meg művészetemben az alföldi magyar parasztság életét, ezért kapcsolódtam az alföldi művészet hagyományainak a folytatásához. A művésztől Giba Tamás is búcsúzott, köszöntőjében kiemelte, Soltész Albert sokat tett a város kulturális életéért, kiállításokat szervezett és mindig támogatta a fiatal tehetségeket. Mentes volt az allőröktől, olyan ember, aki gyökereit soha nem tagadta, soha nem feledte, sőt büszkén vállalta, a nép egyszerű fiának tartotta magát. Mondom, volt, így múlt időben, felfoghatatlan, hogy mindannyiunk Berci bácsia, az örök ifjú, agilis szervező, rendezvények rendszeres résztvevője, aki hozzátartozott a nyíregyházi kulturális élethez, nincs többé, mindnyájunknak fáj a hiánya. Soltész Albert az életet ünnepelte egész munkásságával. Számos hazai és külföldi kiállítása volt. Tájképeket, portrékat festett, grafikai műfajok közül legtöbbször a tusztechnikát használta. Emlékkiállítása július 16-áig látogatható a Nyíregyházi Városi Galériában. Kedden dől el, hogy melyik osztályban kezdi az új szezont az élvonalból kiesett Marsó Nyíregyháza. Az NB1B-ben első helyen végző Vasas június 21-én jelenti be, hogy meg tud-e felelni az első osztály követelményeinek. Az elmúlt 3 évben a másodosztály bajnoka nem lépett feljebb, és a szövetség minden esetben az NB1-ből kiesett csapatot kérte fel az indulásra.
Május 7-én a MAFSZ elleni vereséggel eldőlt, hogy a Marsói Nyíregyháza végez az NB1 utolsó helyén, és ezzel elbúcsúzik az élvonaltól. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy ősszel az A csoportban szerepelnek majd a kék cápák. Az NB1B-ben ugyanis nem az esélyesnek tartott, és a feljutás megcélzó Salgótarján vagy Debrecen, hanem a Vasas végzett az élen. A bajnoki cím és a vele járó lehetőség váratlanul érte a fővárosiakat. Mivel az elmúlt 3 évben a másodosztály bajnoka a feltételek hiánya miatt nem vállalta az élvonalbeli szereplést, elképzelhető, hogy a nyíregyháziak számára lesz visszaút a legjobbak közé. Sajnos 100%-os dolgot még nem lehet tudni azzal kapcsolatban, hogy a Vasas szeretne indulni az A csoportban vagy sem, illetve azzal lehet, szeretne, biztosan szeretne indulni, de a feltételei még nem hiszem, hogy 100%-osan rendelkezésre állnának, mert a szövetségtől a jövő hétig kértek időpontot, vagy haladékot arra, hogy megtalálják a teljes forrás az A csoportban való indulásra, és én úgy gondolom, hogy a következő héten lesz a Kosárlabda Szövetségnek elnökségi ülése, és azon az elnökségi ülésen kell majd eldönteni, hogy ki az, aki az A csoportban fog indulni a következő évben. Az élvonalbeli csapatoknál már megkezdődött a játékos keringő. Nyíregyházán értelemszerűen annak függvényében alakítják majd ki a keretet, hogy melyik osztályban indul el a csapat. Azt szeretnénk, hogy a nyíregyházi magra építve tudjunk kialakítani egy erősebb csapatot, mint ami az előző évben volt. Éppen ezért nem tudom, természetesen én az A csoportban szeretnék indulni, és egy kicsit csalódott leszek, hogyha nem tudunk, de a B csoportnak is meg fogjuk találni azokat a pozitívumait, amire építkezve el lehet majd indulni egy stabil, erősebb csapat kialakításánál. Viszont úgy gondolom, hogy azok a magyar játékosok, akik az előző évben itt voltak, rájuk nagyjából számíthatok. Nem mondom, hogy mindenki maradni fog, de úgy gondolom, hogy a csapat nagy része igen. A jövőt tekintve annyi biztos, hogy továbbra is Sitkó Ernő a szakmai munka első számú felelőse, edzőként pedig Siska János marad a csapat mellett. Újoncként a 3. helyen végzett a Sinyói futballcsapat a megyei első osztályban. Ember Roland együttese jól szerepelt a Magyar Kupa megyei sorozatában is, ahol egészen a döntőig jutottak a sinyőiek. Tavaly nyáron alapos vérátömlesztésen esett át a megyei másodosztályban bajnoki címet szerző együttes. A megyei első osztálynak új edzővel és számos új játékossal vágott neki a 90-es években a magyar futball második vonalát is megjáró gárda. Ezúttal szerényebbek voltak az elvárások, a vezetők az egyszárnyegyű eredmény elérését tűzték ki célként, azaz az első 9-be várták a csapatot. A jól sikerült ősz követően a 3. helyen telelt a Sinyő, így a tavasznak már a dobogós hely megtartásának reményével indultak neki Olá Dávidék. A bajnokság második felében ugyan akadt egy hullámvölgy, amelynek következtében a 7. helyig csúszott vissza a csapat, de végül sikerült visszakapaszkodnia a dobogóra. A 15 győzelem, 4 döntetlen és 9 vereség 49 pontot eredményezett az újonc számára. A csapat NB1-ben is megforduló középpályása a 2 végletet emelte ki a 28 mérkőzésből. A negatív talán mindenféleképpen az ősz legutolsó mérkőzése volt a Tiszavasváriban, elszenvedett 7-1-es vereség, amit a mai napig nem tudok hova tenni, hiszen most ugye oda az a simán 3-0-ra megvertük őket, tehát azt nem igazán értettem, hogy hogyan tudtuk azt a mérkőzést így lehozni. Pozitív, hát akkor már talán csak a bajnok csapat felett aratott győzelmet tudnám itt említeni, ugye az Ibrán nyerte a bajnokságot, a kupával együtt 3-szor találkoztunk velük, ebből 2-szer sikerült megverni őket, és hát talán a hazai bajnoki 3-2-es győzelem volt, ami a legsikeresebb mérkőzésünknek mondható. A Sinyő a bajnokság mellett a Magyar Kupa megyei sorozatában is jól szerepelt, egészen a döntőig meneteltek Ember Roland tanítványai, ahol vereséget szenvedtek a Rakamasztól. A sikeres szezont követően a vezetők szeretnék együtt tartani a csapatot. Mozgás biztosan lesz, távozó szerintem maximum 1-2 ember, érkező 2-3, tehát azért mondom, hogy a csapat magja egyben marad, de szerintem ilyen minimális vérfrissítés kell is, hogy megmaradjon a versenyhelyzet csapaton belül, de nagy változás semmiképpen sem. A sinyői futballisták egy közös nyaraláson igyekeznek feltöltődni a következő szezon előtt. A felkészülést július első hetében kezdik el a játékosok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Újabb, jelentős kár érte a gyümölcstermelőket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nem csak a fagy, a változékony időjárás is tizedeli a termést. Vannak a megyének olyan területei, ahol nemhogy tizedeli, hanem harmadolja a megyét és a cseresztjét az esős, majd napos idő. A gombás fertőzésekkel és a kicsattant terméssel kínlódnak a gazdák. Rossz hír az is, hogy a gyenge termés átlag ellenére nem emelkedik a felvásárlási ár.
A sorozatos botrányok miatt elsősorban a helyi és a magyar terméket keresik a vásárlók a piacokon és az áruházláncokban is, ugyanis jobban megbíznak a hazaiban. A Nébih nemrég 15 szlovák, 6 cseh és egy lengyel gyártó tejtermékét vette le az áruházak polcairól. Azok az volt, hogy a feltüntetetnél kevesebb volt az importtej zsírtartalma. Drogterjesztőkre csaptak le nyíregyházi rendőrök csütörtökön több helyszínen. Újfehértón, Tégláson és Nyíregyházán akcióztak a nyomozók. Amfetamint és marihuánát találtak a gyanúsítottaknál. Összesen 7 férfit vettek őrizetbe, de 16 drogfogyasztót is előállítottak. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 17-én pénteken. Friss hírekkel hétfőn este is várjuk Önöket. Szombaton és vasárnap Krónika című heti hírösszefoglalónk jelentkezik. Műsorainkért és további hírekért böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Hidegfront érinti a Kárpát-medencét, mögötte szombat esték többnyire száraz, a mainál pár fokkal kevésbé meleg levegő áramlik térségünk fölé. Estétől csökken a felhőzet. Eleinte még előfordulhat zápor eső, heves zivatar, jégesővel. A nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben többnyire gyengén felhős idő várható, általában több órás napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű, esetleg egy-egy zápor előfordulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap napközben napos idő lesz a jellemző, majd este délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé számítani lehet záporesőre, zivatarra, jelentős mennyiségű csapadékkal. Hétfőn is sok helyütt kialakulnak záporok, zivatarok, kettől gomoly felhős napos időre van kilátás, csak elszórtan valószínű délutáni zivatar. Nyári idő, nagyon meleg lesz, 30 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk.